A klasszikus modernség főbb stílusirányzataik közül az impressionizmus volt az a stílusirányzat, ami elsősorban képzőművészetekben és kisebb mértékben volt jelen az irodalomban és a zenében. Az alkotók a pillanatnyi benyomásokat, hangulatokat örökítették meg. A kültők jellemzően a hangulat érzékeltetéséhez összekapcsoltak eltérő érzételőtekre jellemző szavakat, szószerkezeteket. A látvány elnagyolt és vázlatszerű ábrázolása és a zeneisége jellemző. Nyelvhasználatot tekintve túlsúlyba kerülnek az igék nélküli, névszói jellegű rövid mondatok. Ennek a stílus irányzatnak az egyik hazai képviselője Tóth Árpád volt, aki a szokatlan tájábrázolás mellett fogalmazta meg a hangulati hatásokat is. Egy kirakatra lila kelt egy nyakkendő. A körúti hajnal című költeményében található sorában a szinesztézia nevű szókép található a szinesztézia olyan szókép, amiben a különböző érzékelési területekre jellemző szavak, amik a látáshoz, halláshoz, szagláshoz, stb. egymáshoz kapcsolódnak az elképzelhetőség a képszerűség érdekében. Kétféle kép jöhet létre. Hangulati hasonlóság vagy érintkezési képzettársítás útján. Az impressionizmussal egy időben jelent meg a szimbolizmus. A valóságos dolgok ábrázolásától elszakadnak az irányzat képviselői, az ember lelki világának a feltárását tűzték ki célul. A szimbólumok jelentése összetettebb, bonyolultabb az egyszerű jelképeknél. Az irányzatra jellemző, hogy a költők újszerű szókapcsolatokat, szóhalmozást, szabadabb ritmusokat használnak. Így jelent meg a szabad vers, ami különböző hosszúságú sorokra tagolt, gondolati szerkezettel bíró, szabályos, zenei képletben nem foglalható versek voltak. Ritmus egysége mindössze a sor. Erre legjobb példa Apolliner verse, a kikericsek, amit Radnóti Miklós fordított. A vers nem feltétlen szabad vers, mivel félig kötött versformát alkalmaz benne, de tele van asszonáncokkal, és a központozás teljes hiánya jellemzi. A szecesszió, mint stílus irányzat már a 19. század végén jelen volt. A menekülési vágy, a kiábrándultság érzése volt az alapja, amihez a valóság újrateremtésének szándéka is csatlakozott. Feladata a szépség keresése, motivumokat, növényi, állati mintákat leegyszerűsítő formában való alkotás, vagyis stilizálás és ezeknek a díszítő elemeknek a gazdag felhasználása.